Noha az élelmiszerek 2019-ben átlagosan csak mintegy 6%-kal drágultak, ezen belül a sertéshúsok kilónkénti ára jóval nagyobb mértékben, több mint 23%-kal emelkedett, derült ki a KSH legfrissebb adataiból. A nagy változás hátterében leginkább a Kínában tomboló sertéspest is és a forint inflációja állt, ugyanakkor úgy tűnik, hogy a drágulás egy ideje megállt, és a közeljövőben sem várható újabb áremelés. November óta se a telepi árak, se a vágóhídról, mert onnan vásárolunk, vágóhídról érkező félsertésnek az ára lényegesen nem változott, ez a fogyasztói árakban is tükröződik, november óta áremelés nem tapasztalható. Lesz ugyanakkor más változás a sertéshússal kapcsolatban. Egy szerdától hatályba lépő rendelet szerint a 200 négyzetméternél nagyobb húspulttal rendelkező áruházaknak kis zászlókkal kell megjelölni a csomagolatlan sertéshús származási helyét. Az ennél kisebb területű üzletek pultjain zászlót ugyan nem kell alkalmazni, de a termék eredetét jól láthatóan szintén meg kell jelölni. Nálunk csak konkrétan meg kell nevezni azt, hogy származási ország, micsoda. Nálunk jelen pillanatban itt Magyarország, tehát Magyarországon vágják, meg magyar telepről származik a disznó. Ez jobban a nagyobb cégeket fogja érinteni, multinacionális cégeket, mert ott ugyebár többfajta beszállítóval rendelkeznek, jobban fog érvényesülni szerintem. Tehát én valamilyen szinten örülök ennek a változásnak, mert a vásárló jobban fog szembesülni azzal a ténnyel, hogy miért, akár miért lényegesen olcsóbb az egyik termék a másikhoz képest. Tehát a kintről behozott termékeknél a jó minőségű magyarra szemben olcsóbb árat tudtak eddig diktálni. Az Agrárminisztériumi rendelet fő célja, hogy növelje a keresletet a magyar termékek iránt. Korábban előfordult, hogy nagy árkülönbség volt tapasztalható a hazai és a külföldi sertéshús között, így a vevők is leginkább a gazdaságosságot tartották a legfontosabb szempontnak vásárláskor. Elsődlegesen az ára meghatározó, illetve a termék származási helye, tehát általában a magyar terméket, és azt követően pedig a küllemre is meg tudom állapítani, hogy friss, jó, megfelelő-e az áru. A változás egyik érdekessége, hogy egy sertéskarajon akár kétféle jelölés is lehetséges, amennyiben például egy Magyarországon nevelt, de Ausztriában levágott állatról beszélünk, az üzlet köteles mindkét ország zászlaját feltüntetni. Az aktuális intézkedés kizárólag a sertéshúsokra érvényes, de amennyiben hasznosnak ítélik meg, a jövőben a baromfira vagy a marhára is kiterjeszthetik.